mint ahogy nekik valószínűleg egyáltalán nem szexi a funkciónk programozás. Tehát, hogy igazából kezdjünk is bele. Ugye általában, hogy megszoktunk, az imperatív vagy iteratív programozás, amivel találkozunk, itt állapotátmenetekkel dolgozunk, változókat használunk, amik ugye igazából az állapotátmenetek vagy az állapotokat prezentálják, mellékhatásos eljárásokat használunk, amiket ugye a változók értékeit módosítják, és ezekkel igazából az egyik legnagyobb probléma az, hogy nehezen tesztelhető, nehezen karbantartható, de talán, hogyha valaki kicsit tudományos szempontból közelíti meg, az, hogy a helyességük karban nehezen bizonyítható. Ezzel szemben funkcionális programnyelvekkel az a jó, hogy függvények és típusokkal dolgozik, ami azért jó, mert a függvények önmagukban matematikai konstrukciók lényegében, hogyha belegondolunk, így igazából egy programnyelv, ami le is fordul, az igazából önmagának a bizonyítása. Persze azt jelenti, hogy tesztelni nem kell, mert könnyen lehet, hogy magát a feladatot fogalmaztuk meg rosszul, így aztán azon fordító sem segít. Magasabb abstrakció szintet hát számunkra, mondtam is, hogy nem a megoldáson kell törnünk annyira feltétlenül a fejünket, hanem inkább a feladat normális megfogalmazáson. Kerül a mellékhatásokat, lásd, nincsenek változók a tisztán funkcionális programnyelvekben. Általában lusta kiértékelést alkalmaz, ezt azért csillagoztam, ha később erre visszatérünk. De az általában az azt jelenti, hogy nem tisztán funkcionális programnyelv, lásd, Scala, lásd, Erlang, ezek nem lusták feltétlenül. Függvények önmagukban felszkál citizenek, ez igazából annyit tesz, hogy ők maguk is típusok, lehetnek visszatérési értékben átadva, lehetnek paraméterről átadva, sőt, futtatási időben is létrehozhatjuk őket, ami eléggé cool. Multiparadigma programozás igazából, ja bocsánat, a hadrásért az időkeretéket, tehát kettő vagy több paradigmát vegy itt, és amit a funkcionális programozásból szoktak átvenni, az általában felsőbbrendű függvények, mint látjuk a MapReduce filter, és hát ugye ők általában várnak is valami függvényt, ami alapján vagy leképeznek, vagy éppen szűrnek. Ezek a függvényeket paraméterről szoktuk nekik átadni, tehát ezt is általában implementálják. Reaktív üveket szoktak használni, mint például mi is. Reaktív üveket szoktak használni. Ezek azt csinálják igazából, azt hozzák nekünk, hogy jól menedzselhető dataflow-t tudunk létrehozni vele. Tehát igazából nem kell foglalkoznunk megint csak azzal, hogy tegyük fel, van egy formunk, aminek vannak több ilyen inputja, és akkor valósítsuk meg egy ilyen út, és akkor, hogyha valaki foglalkozott már ilyesmi, akkor tudja, hogy fú, minden változónak az állapotát visszaléptetni, stb. Király. Na, és akkor funkcionális programozás mit ad? Egy kompozicionális gondolkodásmódot, igazából függvény kompozíciókat használunk főleg, tisztább kódot, könnyebben tartható szárbiztonságot, lásd, nincsenek változók. Típustudatosság, erre inkább nem térnék vissza, de a kontextusokban való gondolkozás monádoknál, például a maybe monád, ez nagyon király, mintaillesztés, gárdok, ezzel is tök jó gondolkozni. Funkcionális programozás példa egy pár, ami tök jó volna kifejteni, de most sajnos nem sok időnk van rá. Ez például a természetes számok, mind ismerik őket, de nem mindet ismerik. Gondoljunk bele, hogy nem nagyon tudunk elszámolni végtelenig, de hogyha lenne időnk rá megtennénk, mert tudjuk, hogy kell, tehát van a zéro, és van egy jó pár rákövetkezője, és ezzel már egész sok mindent ki tudunk számolni. Itt látunk példákat mintaillesztésre, tehát hogyha például nulla az első paraméter vagy az utolsó üres lista, akkor igazából nem is kell foglalkoznunk a kiértékeléssel. Egyszerű monál példázkodó a call me maybe, ahol kapunk egy telefonszámot, az a call me. Azt szépen becsomagoljuk, hogyha valid, akkor tényleg van egy telefonszámunk, ugye nem, akkor nincsen semmi, de igazából általában ezt úgy veszik észre, mint például a Swift-ben az optional type-ok, ami lényegében egy típus becsomagol, egy optional-be. Tehát vagy ott van tényleg egy érték, vagy nincs, de legalább ezt fordítás időben tudunk arra, hogy lehet ott semmi is, így aztán arra is fel kell készülni. És where's the catch? Hát igazából ott, hogy a paradigma az el fogja kényeztetni a programozót, mert azt hiszem, hogy minden így tök király, de nézzük például a következő kódot, ki szerint szexi, ki szerint nem. Tekintsünk el attól, hogy Haskellben van írva, és akkor gondolkozzunk azon, hogy ez most lehet-e szexi vagy sem. Én azt gondolom, hogy igen, de nem feltétlen. És miért nem? Mert kiértékel is függő. Hogyha a nyelvvel, ahol éppen kódolunk, az a mó kiértékel, és akkor, mint látjuk ezen a példán, ki fogja értékelni mindig például a négyzetre emelést, és csak a végén fogja a listából kiválasztani az első két elemet, hogy lusta kiértékelésnél azt látjuk, hogy igazából csinálja a listát, amiből a függvények vannak, abból levág kettőt, és ja, csak kettőt kell végrehajtani, így kettőt fog végrehajtani a többi helyt, és a képzők ez nagyságrendekkel nagyobb listára.
Igazából ennyi a különbség, amit át kell gondolnunk, amikor kódolunk. Multi paradigmában legtöbbször legalábbis ennyi, igazából ez egy optimalizáció az előző problémára. Hogyha nem lusta kiértékelés, hanem strict kiértékelés, mert gondolkozunk, akkor sokszor a ciklusban lévő dolgokat nyugodtja kirakjuk változóba. Igazából ennyi. Párok, hogy miért fogunk nálunk dolgozni, és jelentkezzük, aki szeretne. És reklámunkat látták, és köszönöm szépen a kérdések. Igazából az, amit nagyon sokan mondanak, az, hogy gyorsabb gépet könnyű venni, gyorsabb programozó sokkal nehezebb. Ez az egyik, a másik pedig az, ami nem ennyire ilyen HRS szöveg, ez pedig hol is van. Ugye itt az on-demand kiértékelés. Ugye a lusta kiértékelés egyszerűen, akkor már nagyon muszáj, ki fog értékelni valamit. Viszont itt van az optimalizáció, ezt kb. Megteszi helyettünk, hogy azt mondja, hogy amit kiértékel egyszer, az többször nem fogja. Tehát, hogy egyszer muszáj kiértékelni, akkor kiértékelj, de amint hivatkozunk rá, mivel igazából itt függvényhivatkozások vannak csak, mivel változókat nem használunk, hogyha van egy függvényünk, annak egy inputot adunk, akkor az mindig ugyanazt az outputot fogja adni. Hogyha látjuk, hogy ismét ugyanazt a függvényt hívjuk, ugyanazzal az inputtal, akkor nem fogja újra kiszámolni, hanem a régi kiértékeltre hivatkozik. Nagyon sok optimalizáció itt fut igazából. A C-vel a Haskell például néha versenyzik, azért azt nehéz leverni, de hogy általában megállja a helyét. A paradigmának igen, itt vannak a veszélye, hogyha az ember eltekint arról, hogy milyen környezeten fut, ezt mindig át kell gondolni, ez mindig itt van, viszont egyébként tisztelt kód az úgy elég validérő. Nem tudom, megválaszoltam a kérdést egyszer. Igen? Hogy írunk fájba, hogyha nincsenek változóink? Fú, hát ez egy elég messzire vezető kérdés. Monádunk van, jó monádunk például a Haskellben, és akkor az ugye elfelejtünk a valóságot, de természetesen nem lehet mellékhatás nélkül álljót használni, mert nem tudunk az álljóra írni, vagy ne írjuk az álljóra, tehát igen. További kérdése? Igen? Gyakorlati felhasználás milyen alkalmazás típusban? Line of business? Elég sok, például a Haskell ő a SnapCorp, vagy valami SnapLib a neve, amit használnak például New Yorkban elég sokan, de egyébként a meg elterjedt, és hogy ne csak ilyen elszállt példákat mondjuk, az például a Scala. Mint mondtam, nem teljesen tisztán funkcionális programnyelv, de azért azt látjuk, hogy elég sűrűn terjed. Igazából azért, mert Scalában megvan az a kényelem, hogy már a Java-ban megírtani, hogy a SnapLibet fel tudják használni, emellett viszont tisztább a kód. Nem feltétlen egyszerűen érthető az elejétek, főleg azoknak, akik más paradigmákhoz szoktak ezelőtt, ezért van ez, hogy most még itt van ez az óriási gap, hogy gyakorlaton én nagyon nem használják, de egyébként dinamikusan terjed az utóbbi időben. Bocsánat, csak ehhez kiegészítésnek, tehát hogy ott az Erlang, abban meg azért elég sok mindent megírtam. Igen, az Erlangban írtak elég sok mindent, csak az Erlangot azt, hát igen, eléggé nem tűnik el funkcionális programnyelv, de például a lusta kiértékelésnél ott halt meg, hogy lehetne lustán kiértékelni hálózati dolgokat, csak nagyon nem érünk rá a végtelenségükben az üzenetre. Ez a probléma. De egyébként igen, ők ezt elég sok helyen elhidalták, nagyon nagy lépek, mint például a RabbitMQ, stb. Az is Erlangban van implementálva. Tehát igencsak használják. És ezen a ponton hadd reklámozzam még az ELM nevű programozási nyelvet, ami JavaScript-re fordult, tisztán funkcionális, típusos, és ML stílushoz az Haskell-re hasonlított, ez egy szintén nyelv. Nagyon király, nagyon sok minden fordul JavaScript-ra, de így van. És a JavaScript is. Szintén igaz. Kérdések még esetleg? Jó, semmi. Akkor köszöntöm szépen a figyelmet, semmi, amit tárgyaltunk erről.